krumpli főzelék. Nagyon szeretem. Úgy általában úgy készül, hogy egy tejfeles habarást liszttel behabarják, mikor sós vízben meg van főzve a krumpli. Ez is sós vízben, kétszer babérlevéllel megfőztem. A babérlevelet ki is veszem. Így. És egész egyszerűen kiveszem a krumplinak a felét. Tehát ez önmagával lesz besűrítve, és akkor nem kerül bele se zsír, se liszt, semmi. Ennyi az egész. Beleszórom a majorannát. Hozzá öntöm a tejfölt. Ez lehet joghurt is egyébként. És egész egyszerűen fölforralom. Ugye ne feledjék, már megfőtt a krumpli. És jön minden konyhák egyik legfontosabb gépe, a mixer. Na és abból a híg léből így lett szépen főzelék. Nézzék meg, pont olyan a sűrűsége, tökéletes. Visszateszem bele a burgonyát. Gyakorlatilag el is készült a főzelék. Még azért megkóstolom, biztos, ami biztos. Hű, nagyon finom.